Sziasztok, Rózsa Gyula vagyok, ez itt a Kriptorós csatorna, és a mai videóban a tegnapi 49. most már 49. social swapos élő bejelentkezésről uh, hoztam neked híreket, ahol uh, megnézzük, mi történt a héten, illetve mi várható a következő héten. De mielőtt elkezdeném, mutatnék nektek valamit. Hopp, nem látszik a kamerába. Ajcsi ajándékot kaptam, mégpedig uh, karácsonykor volt egy uh, sorozatos... Uh, ajándék sorsolás, semmi más nem kellett tenni, mint az Instagramon, a különböző Youtube-on, a különböző közösségi felületeken hozzá kellett szólni az adott videókhoz, és én nyertem az egyik ilyen hozzászólásommal, mégpedig nyertem egy gyönyörűséges, nem tudom, látszik-e, Social Swap sálat. Kaptam a szép kártyát hozzá, hogy köszönik, hogy a közösség tagja vagyok és fel is próbálom a sálamat, hogy lássátok, hogy milyen, milyen menő csáó vagyok ebben a sálban. Nézzük, így, né? vagy így, mint egy mami, de inkább így is magam köré valahogy. De a lényeg, hogy itt van rajta ez a szép felirat, social swap. Úgyhogy ezzel is lehet a céget promótálni. Na, miután eligazítottam a sálat, de el is kezdem a videót nektek. Uh, jó meleg. Na. Szerinted egy kis vagyok? Vagy tetszik a sálam? Ha igen, írjátok meg kommentbe. Na szóval, viccet félretéve, nézzük meg, hogy <kül> milyen hírekkel szolgáltok nektek, miről volt szó a 49. élő bejelentkezésem, amit a társalapítók, Alois Kőle és Denis Kőle tart minden Denis Corey tart minden szerdán, amióta a Solskjaer szab elindult. Az aktuális állapotot látjuk, a Total Locked value -e 26, majdnem 27 millió dollár. Emlékeztek, az egyik videóban mondtam, hogy az éves cél 100 millió dollár összekötött dollár mennyiség, illetve voltéti mennyiség. Hát ennek kb. a negyede megvan, és még nem történt semmi az égvilágon. A market kapitalizáció az 24 millió dollár, és az aktuális árfolyam, 9,2 cent, ez kb. másfél órával ezelőtt 8,3 cent volt. Itt látjuk a grafikont, szépen, ahogy kell, január 11 óta folyamatosan emelkedünk. Az utolsó egy hétben, az volt január 20 valahol, itt, itt, igen, azóta is szépen volt egy visszaesés, egy picike, itt valaki eladott egy nagyon mennyiségű SST-t, próbált profitot realizálni, majd azóta is folyamatosan emelkedünk. Minek köszönhető ez az emelkedés? Hát a két, ezek az óriási hírnek, amit a múlt héten jelentettek be, hogy a két tanácsadó csatlakozott a céghez, illetve a heteken belül elinduló agregátor. És ez volt az egyik fő témája is a tegnapi bejelentkezésnek, illetve a piac alakulása. De hát nézzük meg a piac, hogy alakult. Itt van egy ilyen Szép kis gyertya, jó nagy kanóccal. Ez az a gyertya, ami a tegnapi Fed bejelentés közben alakult ki. A hír az lett, hogy most nem emelnek még kamatot, de márciusban majd fognak. Hát igazából nagy kihatása nem volt ez a piacra. Egyelőre pici esésben vagyunk, de miután a 32 ezer szintet itt megfogtuk, azóta fölfele jöttünk. Most megint picit vissza és emelkedünk, meglátjuk, mit hoz a jövő. Az biztos, hogy ő a CoinMarker kepet nem nyitottam meg, de elgondolom láttátok ti is, hogy ezt még nem tudta behozni a piac, itt folyamatosan esik minden, ennek ellenére a social swap meg emelkedik. És ez egy jó hír. <laughs> Tehát akkor nézzük, miről szólt a, a, a konferencia illetve az élő bejelentkezés, egy exkluzív bepillantást engedtek az agregátorba, hogy ez hogy fog valójában kinézni. Aki nem tudna, mi az az agregátor, az keresen a csatornámon, de a, a, találni fog róla egy, egy rövidebb beszámolót, de fordítom a hivatalos agregátorról szóló rövid kis videót is. Azt mondja, hogy... Igen, ki, ki is veszem a hangot. Így. Jó, hát amit láthattuk, láthattátok, az agregátor arról fog szólni, hogy a Tron blokkláncon lévő összes coin, ami, ami elérhető a Tron blokkláncon, azt ezen az agregátoron belül, azt mind le lehet váltani oda-vissza, bármelyiket, bármelyikkel. Tehát ilyen még nincs a Tron blokkláncon, és ez egy óriási fundamentális, tehát egy fundamentális alapot ad a, a social ezt meg is állítom itt. Nézzük, hoppá, vissza. Kicsikét, hogy ezt láthassuk. Hogy láthassátok. Na még egyszer. Oké, okay, így. Jó. Uh, itt látható lesz majd az is, hogy melyik válton lesz az adott, tehát melyik tőzsdén, melyik tőzsdén lesz leváltva az adott kriptovaluta. Ha mondjuk uh, ez nem is tudom, ez az USDC talán, ez a, ez a, a bitcoin. Ha le akarod váltani, akkor melyik tőzsdén keresztül fog ez a váltás megtörténni, ugye, amit az agregátor automatikusan levezényel, azért, hogy minél a felhasználónak minél kedvezőbb árfolyamon uh, tudjon leváltani. Tehát minél kedvezőbb árfolyamot tudjunk ezzel, ezzel elérni. Tehát ilyen még nincs a tromblokláncon. Ugye van incset szerintem sokan ismeritek, ha nem ismeritek, akkor keressetek rá. Ez egy milliárdos projekt lett, ami többek között az Ethereum blokkláncon, a BSC-n, és nem is tudom melyiken még, ugyanezt csinálja, egy agregátor, és milliárdos, milliárd dolláros projekt lett a van ből is. Ha tovább megyek a videóval, ugye ez egy sima market order, tehát a piaci árfolyamon tudunk vásárolni, itt majd meg fog jelenni egy árfolyam grafikon is, és ha tovább pörgetek egy picikét, akkor akkor itt beszélni fognak a limit orderről is. Így van. A limit orderről, ami azt fogja tudni, hogy látjátok itt van már itt, itt a képernyőn egy 7 napos beállítás. Tehát be fogod tudni majd állítani, hogy például mondjuk a trón, vagy a TRX fel fog menni 35 centre, vagy beszéljünk az SST-ről, ha mondjuk felmegy az SST 50 centre, akkor te. 50 centen mondjuk eladsz 10 ezer darab ssd És nem kell ott ülnöd a gép előtt, hanem ez a protokoll, ez az agregátoron belül, ez az agregátor, ez automatikusan el fogja adni neked az SST tokent. És mellette le is állíthatod majd azt is, hogyha visszaesik 50 centről mondjuk 40 centre, akkor pedig vásárolja ezt neked vissza. Úgyhogy ez, 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 egy, ez egy óriási nagy előny lesz a social swap számára, hiszen a kereskedők, akik csak váltanak, azok mind-mind jönni fognak és használni fogják ezt az aggregátort, mert igazából ez egy hiánycik. tehát ezt, ezt eddig nem tudták megoldani. És decentralizált formában, tehát egy decentralizált tőzsdén Nincs még ilyen a Tron és a Social Swap lesz a legelső, ez nem győzöm hangsúlyozni, ez akkor egy fegyvertény, és uh, itt vége van annak a világnak, illetve 2022 is már arról fog szólni, hogy azok a, a legyenek koinok vagy tokenek, amiknek igazából nincs, uh, nincs plusz hozzáadott értékük, azokból nagyon nagy valószínűséggel nem lesz semmi. És a Social Swap ezzel ezt kiütötte, tehát nem csak egy egyszerű váltót hoztak létre, hanem bizony van egy nagyon komoly uh, szolgáltatás is a Social Swap uh, ökoszi, ökoszisztémán belül, ugye ez az ökoszisztémás ez majd folyamatosan fog uh, tovább fejlődni. Miről is mondott, mit is mondott még itt? Oké, okay, ezt elmondta, így van, ezt elmondtam én is. Igen, hogyha. Tehát minden coinnal meg tudod ezt csinálni a Tron blokkláncon, és itt láthatjátok, hogy ezt a, 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 vételi szándékot, vagy eladási szándékot, ezt be fogod tudni rakni, ahogy itt látom, 7 naptól indul, tehát hogy 7 napig éljen ez a, a ez a ez a szándékod, és hét nap után ez automatikusan megszűnik. Tehát a hét nap alatt nem következik az az árfolyam, amire te számítasz, akkor ez törlődik, ez a megbízás, megbízás. Ezt a szót kerestem, törlődni fog ez a megbízás ebből a protokolból És ezt be fogod tudni állítani, ha jól láttam, itt. ahogy a videót néztem, op, meg is állítom, Na jó, ott láthattátok, ha visszanézitek ezt a socialshop.io live call-ban a socialshop oldalán, hivatalos oldalán, akkor láthatjátok, hogy 5 évre előre be lehet állítani, tehát hogy öt évig éljen ez a, ez a, megbízás. Tehát mondjuk tegyük fel azt mondani, hogy az SST tokent el akarod adni 15 dolláros árfolyamon. Ki tudja, hol fog állni. Lehet, hogy eléri két éven belül, lehet, hogy három, négy, öt éven belül, de öt évig ez biztos, hogy élés. eléri majd egyszer 15 dolláros árfolyamot, akkor megszabadulsz az SST tokenektől, mert eladja az agregátor neked. Így van. Egy nagyon-nagyon cool funkció, így van. <laughs> így van, pont erről beszéltem én is, igen, hogy nézzétek meg, hogy micsoda fundamentális alapot ad ez az SST-nek, ez az agregátor. Jó, én azt hiszem erről nem is akarom ezt tovább túragozni, Megállítették a két két tanácsadót, aki csatlakozott a Social swap -hoz. Ugye ők még nem el, nem kezdték el igazából a marketinget és Annak ellenére, hogy ezt a hírt bejelentették, annak köszönhetően emelkedik így brutálisan az árfolyam felfelé. És képzeljétek el, mi lesz akkor, hogyha ők ketten, Carte Moon, illetve Evan Lutra is elkezdi ő pedig itt van, Eva Lutra, és elkezdi ezt promotálni a saját közösségi csatornáin, illetve a követőiknek. Mikor kezdik ők elő? Ez itt a nagy kérdés. A szerződésükben az hogy februárban, de hogy mikor, azt nem tudni. Az biztos, hogy az agregátor, ahogy az élő bejelentkezésben is hallható, az agregátor heteken belül el fog indulni. Pontos dátumot még nem mondtak, és abban is biztos vagyok, hogy a két a AK úgy fogalmazott a két gentleman, én azt mondom, a két gentleman, úri emberek, a két influencer, biztos, hogy a tevékenységét össze fogja hangolni az agregátor indulásával, hiszen ebből a nagy momentumból és ebből a nagy hírverésből, amire ők is rá fognak majd segíteni, nem akarnak kimaradni. Itt röviden megint bemutatták őket, én erről már egy bőve videót, nektek a két úriemberről, ezt megkereseditek a csatornámon, illetve hát berakom majd valahol ide fölül az elérhetőségét ennek a videónak. Aztán miről volt még szó? Igen, az aktuális számokról. Ugye a 2022-es célokról készítettem egy videót, azt is megtaláltuk a csatornámon, és most a tegnapi bejelentkezés előtt aktualizáltak ezeket a számokat, és nézzétek meg, ugye akkor 5 cent környékén volt az árfolyam, január 8, ugye 4 és fél cent, 4 és fél cent, akkor még a, a, az 5 centes árfolyam volt kint, ha jól emlékszem, igen, igen, és most meg már ugye 10 centről beszélünk, ugye az 5 centet, az 5 centet azt, azt bőven magunk mögött Nézzük, mennyi kell ahhoz, hogy 10 cent legyen, 100 ezer dollár. 105 ezer dollár kell ahhoz, friss tőke, ami befolyik, és már is 10 centre van az árfolyam, ha ugye minden marad a mostani állapotban, tehát nem emelkedik a trón, tehát minden marad ebben a mostani állapotban. Hát 100 dollár az, van köztünk egy tag, aki, aki nagyon komolyan lapáttal meri be az embereket, és velük együtt a pénzüket is, volt, hogy egy nap kettő olyat hozott be, aki 100 ezer dollárt úgymond befektetett, vagy 100 ezer dollárra szavazott bizalmat a social szapnak, úgyhogy a 100 ezer dollár, ez abszolút nem nem egy olyan veszélyes összeg, és hogy láthatjuk is, 9,2 dollárra vagyunk, tehát tényleg nem kell sok hozzá. De ami, ami szembetűnő, az 50 cent, ez 2,5 millió dollár kell. Ez nem kevés pénz, de nem is olyan egetverően sok, hiszen a kriptovilágban rengeteg olyan milliómos van, akinek dollár milliói fekszenek csak úgy a tárcában, és igazából nem csinálnak vele semmit, vagy tartják, vagy éppen keresik a lehetőséget, hogy, hogy hova tudnának befektetni. És én úgy gondolom, és erre számítunk, hogyha két giga influencer elkezdi promotálni a social szapot, akkor ez a két és fél millió dollár, ez pillanatok alatt be fog tudni folyni a social swap büdzséjébe, a decentralizált váltóba, ha az agregátor elindul, dettó, ugye, és ezt az 50 centet én nagyon elképzelhetőnek tartom, hogy, illetve azt tartom elképzelhetőnek, hogy ez gyorsabban be fog következni, mint hogy erre akár számítanánk is. De hát mindenkinek a képzeletére bízom, hogy a számok alapján mit, mit gondol, és tényleg kíváncsi is vagyok, hogy mit gondoltok erről, úgyhogy szóljatok hozzá a videó alatt, majd mondjátok el a véleményeteket ti is ezzel kapcsolatban. Ennyit a friss számokról. Én úgy gondolom, hogy nagyon Komoly dolgot már nem mondtak, és, és hogy a AK is meg van győződve arról, hogy ezt az egy dolláros célt, célárat ebben az évben el fogjuk érni. Ebben mindenki biztos. Tehát én is biztos vagyok benne, hogy az egy dollár az alaphangó meg lesz ebben az évben. Én úgy gondolom, lehet, hogy két dollárt is megcsípjük, főleg, főleg ha a piac is egy kicsit velünk lesz, és mondjuk a bitcoin elkezd szépen felfelé menni. De mivel örökké nem fog lefelé menni, mint hogy örökké nem is megy felfelé, örökké nem is fog lefelé menni, úgyhogy előbb-utóbb meg fog fordulni. Persze nem tudhatjuk, hogy mi fog történni a világban. Nézzük a mai napot, és hogy mi lesz majd két, három, 4 5 hónap múlva, azt meg majd megmondja az idő. Aztán mi volt még itt, nem olyan fontosabb lenne, miről is beszélt? Így van, és így van. Így van, arról beszéltek még itt, hogy ugye az agregátor elindult, tehát, nagyon, tehát hat, több mint 60 millió felhasználó van a trón hálózatnak, és ahol biztos, hogy x millió ember kereskedik különböző kriptovalutákkal, és az a taglét taglétszám, amit az, es, a social kitűzött ebben az évben, ez pillanatok alatt meg lehet. Tehát csak az agregátor révén is be fog tudni jönni akár több százezer ember a social felhasználói bázisába, és azok nem kevés pénzt fognak magukkal hozni. Az agregátorról annyit kell még tudni, hogy, annak, hogy nem, nem, csak az lesz az előnye, hogy a lehető legolcsóbban fogod tudni megvenni a trónhálózatán bármelyik bármely képtóló, tehát oda-vissza keresztül kasul leváltani, hanem kesbeket is kapsz vissza, mégpedig SST-be. Az, hogy mennyi kesbeket kapsz vissza, az attól fog az attól teszik majd függővé, hogy mennyi ssd van lekötve. És így a cashback alapján a váltásod akár teljesen ingyenes is lehet. Ez még fontos volt elmondanom. De erről majd valószínűleg, sőt biztos, hogy jönnek majd ki részletek. A további plusz információk. Ugye a Social Swap a fő szponzora a egy ilyen box fesztiválnak, ami március 12-én lesz Bécsben. Oda van 40 VIP jegyük, el is lehet menni. Ennek hamarosan kijönnek majd a részletei, hogy hogyan lehet ezeket a jegyeket megnyerni. Egy bizonyos teljesítmény, aktívnak kell lenni, promotálni a social Gondolom, x mennyiségű dollárt kell behozni a social swap -hoz. Pontos részleteket nem tudok, ez eddig így volt, gondolom most is így lesz majd. Tehát, ha nyersz egy jegyet, akkor a akkor kimentsz Bécsbe, és megnézheted ingyen, és bérment fel ezt a box gálát, ne egy VIP helyről. <kül> Beszéltek a Dubai rendezvényről is, ami november 9 től november 15-ig lesz. Az Atlantis Hotelba lesz megtartva, ővelük lebeszélték már a, a részteteket, többnyire. Ezer főre, ezer főt várnak Dubájba, és az Atlantis Hotel erről már tud. Ahogy eddig, volt a két Dubai rendezvényen is, erre is biztos, hogy lesz egy valamilyen nyereményjáték, hiszen amúgy ez önköltséges, ugye mind az ezer partner nem fogja tudni meghívni a Social Swap, a mostani jegy az 50 euró, 10 jegyárán árán, 10, 10 jegyet csomagban megvéve 400 euró, ez március 31-ig érvényes, utána emelkedni fog ennek az ára, és mint ahogy eddig a dubái rendezvényeken, uh, itt is, hogy biztos, hogy lesz valamilyen kvalifikációs játék, és ha ezt megnyered, vagy teljesíted azt a feltételt, amit ők szabnak, akkor a repülőjegyet leszámítva ingyen is bérmentve vehetsz részt ezen a rendezvényen az Atlantis Hotelben. Mert hogy ott szokták, ott szokták magukat elszállásoltatni, ez szépen magyarosan elmondva. Szóval érdemes figyelni erre a, erre a kis játékra is, illetve érdemes aktívnak lenni egész évben, hiszen ki tudja, nyerhetsz egy egyet, és az Atlantis Hotelban, egy csodálatos, szép hotel Dubájban, keressetek rá az interneten, tölthetsz el hat napot. A social tej, a social a költségé. Jó. További információ még, igen, és hogy ne feledkezzünk meg, igen, a Probitról, hiszen a Probit tőzsdén, mint centralizált tőzsdén is kint van az SST, és képzeljétek el, ha, ha az emberek ugye egyre több ember meg fogja ismerni a Social swap a nevét, és keresni fogják a Social Swap token, hol elérhető. Ugye több a, a közösség szint 100% a Social Swap tőzsdén vásárolja meg, de lesznek, akik a Probit tőzsdére fognak felmenni, és ott bizony, ha van mondjuk valamennyi d és be van állítva a limit order, hogyha mondjuk valaki 20, 30, 40, 50 centen, hogy te azt eladod, akkor lesz, aki elsődlegesen a Probitra fog felmenni, és ha ott lesz egyéb forgalom, akkor lehet, hogy sokkal drágában fogod tudni eladni az SST tokenedet, tokenedet mintha a Social saját tőzsdéjén adnád el, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Elértünk egy új ö, ö, csúcsot, a, az összekötött mennyiségben 28,42 millió dollár volt. Most mennyire tartunk? Igen, hát ez mi kicsit elmaradtunk tőle, egy a visszaesés miatt. majdnem 10 cent volt a, a, az árfolyam akkor, 9,8 cent volt, úgyhogy, ne, úgyhogy nem vagyunk tőle messze. Aztán a Telegram csoportban van egy 10 centes játék, leg lehet a 10 centet napra, és órára, percre pontosan, ha eltalálod, akkor x mennyiségű TRX token tudsz majd nyerni. Aztán, aztán, hogy a kereskedési volumen alapján a Tron blokkláncon, az, az egész Tron blokkláncon a kereskedési volumen alapján az ötödik helyre kúszott fel az SST. Jó. Aztán mi volt még itt? Aztán, aztán. E, ennyi. Igazából. Amit szeretnék még itt mondani, a Social Support listázva lett a defillámán. A Defi Lámára felmentek ugye ez a felület fog majd fogadni benneteket a központi felület. Ugye a DeFi láma az egy úgynevezett agregátor, aki a, decentralizált pénzügyekkel foglalkozó váltókat, koinokat listázza és hasonlítja össze. Itt kiválasztod, illetve az, az egész piacról egy összképet ad nektek. Ha kiválasztod a trón akkor látható, hogy itt van a social shop, ugye itt most az első helyre kerül be, mert hogy a hét napos, ö, ö, hogy mennyit változott az SST-nek az árfolyama hét nap alatt, hát nézzétek meg az összes többi, itt tényleg vannak az itt nagyobb nevek, hogy milyen piros zónában vannak, egyelőre a social az, ami vezeti ezt a listát, viszont ha a total, tehát ha az összlegödött mennyiség, dollár mennyiséget vesszük figyelembe, akkor Ugye ez az, ez az alapfelállás, ami van, akkor itt a hatodik helyen vagyunk. Jó, ha pedig az emelkedést nézzük, akkor, vagy illetve a fordítva, jó. Ebben most akkor nem megyek bele, ez ugye megfordította csak a, a listát. A lényeg az, hogy 7 nap alatt 8,24%-ot emelkedett az SST token ára, minden pirosban van, látjuk, vérzett a piac, vérzik még most is többnyire oldalazunk-e, vagy emelkedünk, vagy csökkenni fogunk, ezt majd meglátjuk. A lényeg, hogy a Defi már is elérhető a Sorceressza token, ennek a linkjét beteszem majd a videó leírásába is, hogy onnan direkt el meg fogják tudni találni. Elindult a Discord csatorna, amit a múlt, az előző videóban említettem, hogy el fog majd indulni, hát ez most már elindult, és ahogy láthatjátok, pár tag már csatlakozott hozzá, az elérhetőséget illetve a meghívó linkemet is berakom majd a videó alá. Az előbb néztem, akkor valamiért nem működött, hogy a személy meghívása, tehát ha te itt tag vagy, hát most sem működik, valamiért, nem tudom miért, de ha ez működik, akkor te itt tag vagy, akkor te is meg tudod hívni az ismerőseidet erre a Discord csatornára. Miért jó ez? Azért, mert ide belépsz, akkor itt láthatod, hogy milyen, milyen friss információk és melyik közösségi csatornán kerülnek ki, ugye itt vannak a friss hírek, itt beszámoltak a a-a-a, igen, látjuk a defilámáról, hogy listázva lettünk, illetve egy pár nappal ezelőtt, tegnap este fél nyolckor rakták azt is ki, hogy fény van az alagút végén, és a social swap, na hova menjek, mondjuk jövök ide, staking, ez egy partneremnek a, a számlája, illetve egy barátomnak a számlája, akinek a számláját én kezelem, és látjátok, itt van a My Pending Referál, még mindig nem látszik, hogy mennyi az ajánlói, ajánlói jutalék. Itt a, a Discord csatornán pedig arról számolnak be, hogy a fény van az alagút végén, és hamarosan elérhető lesz, mert látni fogjuk azt a számot, illetve a Claim Button, claim, az pedig ez lesz majd, Claim Referálsz, ez is elérhetővé lesz, tehát erre is lehet, hogy kattintható lesz, inkább úgy fogalmaznék, kattintható lesz. Tehát 24 óránként egyszer a felhasználók kikérhetik az ajánlói jutalékukat. Úgyhogy ez is hamarosan megoldódik, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Miért? Hát én az ismerősnek éppen nulla partnere van, pedig ha tudná, hogy elmondtam egy párszor, de valószínűleg nem érti még, hogy ez mekkora pénzt jelenthet. Én tudok olyanokat, akiknek itt több száz, több száz partnere van. Most képzeljétek el a két a giga akiknek itt, itt, szerintem ezres nagyságrendben lesznek partnerei, és azok a partnerek, ha ide betesznek mennyi összeget, akkor, akkor abból, illetve az ő azokból az összegből keresett SST tokenekből, őnek kik partneri utalékuk van. Vegyük ezt a számlát, nehogy hogy ez a számla mondjuk hozzám, hozzám csatlakozik, az ismerősöm, ő december 6-a óta az 19.666 SST tokenje, december 6-a óta 2,5 ezer. Nem jól mondom? Tehát összesen ennyi van neki, mert ez egy autómatapul, 19.666 SST-je van, és december 6-án lett ez berakva neki ebbe a pulba, azóta 2.585-öt, keresett neki az SST darabszámot. Tehát ezt a 19.600-ból levonjuk a 2.500-at, akkor az 16.500, tehát 16.500 darab SST élet neki berakva ide. jól számoltam? Nem, 17.000 SST lett berakva, így van, körülbelül. Körülbelül 17.000 SST élet neki berakva, és azóta az a 17.000 SST december 6-óta 2.585-öt neki ki, ami a mostani árfolyamon 237 USDT-nek felel meg. Nézzük azt, hogy egy dollárra felmegy az árfolyam, ami az információkból, a számokból én azt gondolom, hogy abszolút elérhető, akkor ez mindjárt ugye 2500 dollárt fog jelenteni neki is, illetve mindenkinek. De mennyit, mennyit kapok én meg ebből? Ennek a 237 dollár, illetve a 2585 SST-nek a 10%-a illet engem, tehát én 258 SST-t, kapok, illetve nekem annyi fog majd itt megjelenni. De mivel ez egy automata pool is folyamatosan forgatódik vissza az SST mindenkinek, ezért a referál jutalék is folyamatosan kerül ki a, a felhasználóknak, tehát az ajánlóknak. És azt ki lehet majd itt kérni, amit megint visszaforgathatsz, vagy éppen azt csinálsz valamit, akarsz átrakod egy másik poolba, átrakod egy manuál poolba, őnek itt is van valamennyi, vagy itt a valamelyik TRX SST, USDT, SST pulba átteszed. Ennyit a, a, az ajánlói jutalékról, defilámáról beszéltem, és igen, itt van még az, az 50 SST sorsolása, amit ezzel alatt a videó alatt kértem, illetve azok között sorsolom ki, akik lájkoltak, feliratkoztak és hozzászóltak. Hát van egy pár hozzászólás, én ennek nagyon örülök. És van egy ajándékom számotokra. Azt tudjátok, ha nem tudjátok, akkor majd most fogjátok tudni, hogy itt, ha a social a oldalán a marketing fűre kattintva, a marketing uh, bundle, bán nem tudom, hogy kell kiejteni, tehát a marketing csomagban itt vannak elérhető marketing anyagok, amiket lehet bátran használni. Itt vannak az információs videók, és ha betölti a számítógépem, így van, be is töltötte. Az információs videók között, amiket lehet használni, én azt javaslom mindenkinek, hogy az összeset töltsétek le, nagyon egyszerűen rákattintasz, például a videó lejátszása, és látjátok, itt fogjátok le is tölteni, és tudjátok tölteni. Én azt javaslom, hogy aki ebben kicsit komolyabban szeretne foglalkozni, töltse le az összeset, én letöltöttem, és töltse fel a YouTube csatornájára, meg ahová tudja mindenhová. Hiszen ha itt beindul az igazi hírverés, és az óriási nagy marketing, akkor rengeteg ember fog keresgélni, az interneten, és elsőlegesen a Youtube-on, valószínűleg, meg az Insta, meg, meg tehát ezen a két csatornán biztos, akár a TikTokon is, és keresni fogják, hogy mi ez az SST, és akinek a videójába bizony belebotlanak, és tudod, beteszed a te ajánlói linkedet, akkor abból tudsz ajánlói, akkor tudsz abból partnereket is szerezni. És látjátok, hányféle nyelven van itt, hát a magyar nincs még itt, még, hallottátok, még nincs itt, a videó kész van, itt van a itt van a saját csatornámon, még nem írta meg a leírást, te hallgassuk meg. Nos, ez igaz. Ott van a, a Social Én ezt lefordítottam, elküldtem nekik, úgymond jóváhagyásra, és nagyon remélem, hogy ez felkerül majd ide. Amíg ez nem kerül ide fel, addig is ez elérhető lesz, az hiszen azért csináltam, hogy tudjatok ezzel dolgozni, fel fogom tölteni a hivatalos Telegram csoportba, ott elérhető lesz ez a videó. Jó. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy sorsoljunk. Ez lett volna az a videó. Kimásolom ennek a az elérhetőségét. Betesszem ide ebbe a sorsoló masinába. A dupla hozzással szólásokat kiszűretem. Jó. És kisorsoljuk az 50 sst hogy ki lesz az a szerencsés nyertes, aki 50 SST-vel lett gazdagabb. Hát start. Mondom, start. És miért nem akar menni? Ja, értem, ide, ide még kell kattintanom, hogy mi az az érvényes. 24 darab komment van, ami egyedi komment. És az egyik az én vagyok, úgyhogy ha engem sorsolnak ki véletlenül, akkor újra fogom indítani a sorsolást. Jó, nézzük. Ki lesz szerencsés nyertes, és... Bum, Deni PL343, a kommentje SST 3 darab rakétával, egyetértek vele, Gratulálok, köszönöm szépen a kommentet, és jelentkezz nálam a hivatalos Telegram csoportba. Ha még nem vagy bent, akkor a Kukac Crypto World uh, nagykával, Kukac Crypto World alapján megtalálsz a Telegramon, de ha bejössz a magyar nyelvű Telegram csoportba, akkor ott én vagyok az admin, meg fogod találni az elérhetőségemet. Még egyszer gratulálok, az 50 SST t küldeni fogom neked. Ha esetleg nem vagy tagja a csoportnak, és uh, nem tudnám mit kezdeni az SST-del, akkor nagyon egyszerű, mert le kell, hogy tölts, majd egy tróntárcát. A tróntárcának a letöltését, és a, a SocialSzabba való összekötéséről csináltam egy videót, azt elé, azt uh, megtaláltok majd itt valahol a fejem felett, illetve a videó alatti leírásban is megtalálható lesz. És utána nagyon egyszerűen, most itt itt uh, visszamegyek a dex Decentralizált váltóra, ott pedig a trón tárcám belül, illetve ha megérkezik az 50 sst akkor a staking menüpontra az automat SST-pulva be is rakhatod az sst és szépen termeli majd neked folyamatosan a plusz coinokat. És reménykedjünk, hogy minél hamarabb elérjük az egy dolláros, minimum egy dolláros árat. Én ezzel elbúcsúzom tőletek, legyen csodás napotok, ha tetszett a videó, akkor nyomjátok egy ilyen lájkot, ha nem tetszett, akkor egy ilyet, mindenféleképpen mondjátok el, hogy melyiket miért tettétek, iratkozzatok fel, szóljatok hozzá, és a következő videóban, amit készítek, az ez alatti videó alatti hozzászólásokat, hozzászólók között pedig kisorsolok újabb 50 darab sst -t. Remélem tetszett a sálam, nekem jó melegen van menne, az már egyszer biztos. Legyen csodálatosan szép napotok, vigyázzatok a pénzetekre, és google uh, go, -go HST, hajrá, sziasztok! Ende!